Kovacsics Imrét egy évvel ezelőtt választották meg a Magyar Aszteli Tenisz Szövetség elnökévé, most pedig egy még fontosabb tisztség betöltésére pályázik. Kovacsics Imre május végén jelentette be indulási szándékát az Európai Aszteli Tenisz Szövetség elnöki pozíciójáért. Külföldi, többek között kínai látogatása során döbbent rá, hogy nem csak a magyar, hanem az egész európai asztali tenisznek is lépnie kell. Elkezdtem európai szövetség vezetőkkel személyesen tárgyalni, és mindenki, vagy a legtöbbjük reformot sürget, hiszen érzik ők is, hogy talán az utolsó pillanat van ahhoz, hogy ne szakadjunk le a világ térképről, ne előzzön be bennünket India, vagy más feltörekvő, ebben a sportágban feltörekvő ország. Ekkor úgy döntöttem, hogy akkor tudok a hazámnak, a hazai asztali tenisznek a legtöbbet segíteni, ha egy erős Európa lesz. Erős Európához erős vezetőkkel, én magamat annak érzem. Lehet, hogy valaki 30-40 éve bent van ebben a sportágban, de a fától nem látja az erdőt, vagy nem úgy látja, vagy akár sportpolitikai szempontjából nem mer konfrontálódni, végre kell, ahogyan hallottam, egy olyan elnök, aki mindezt megteszi helyettük. Póta Georgina szerint is változásra van szükség, ezért maximálisan támogatja a MOLC elnökét. Kéne egy központ, egy európai központ, és sokkal több edző kéne, edzők, központok is, ahol tudnak fejlődni. A játékosok is, és az edzők is. Hát egy nagyon részletes tervet össze kéne tenni, mert azt látom, hogy az Európa élmezőnye hanyatlóban van, és ezt mindenképpen meg kell változtatni.